a feltámadott Jézus Krisztus szavával köszöntelek benneteket. Békesség nektek. Amen. Isten tiszteltünk elején a 47. Zsoltár 1. és 5. versét énekeljük. Helyünket elfoglalva a 217. dicséretünket énekeljük.
Olvassuk Isten igéjét János evangéliumának 17. fejezetének első 17 verséből. Jézus tekintetét az égre emelve így szólt: Atyám, eljött az óra, dicsőíts meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te ígédet. Most már tudjuk, hogy mindaz, amit nekem adtál, tőled van. Mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én őértük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. És ami az enyém is, az mind a tied. És ami a tied, az az enyém, és én megdicsőítettem ő bennük. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik adtam ígédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Hallottuk az igét, válaszunk erre imádságban. Mennyei Atyánk, te, aki a világot teremtetted, aki a körülöttünk lévő színes természetet életre hívtad, te, aki bennünket is megalkottál, dicsőítünk most téged, Urunk. Itt állunk előtted, mert tudjuk, hogy te előtted lehetünk biztonságban. Ezért most eléd hozzuk örömünket a mai napért, hogy felébredve gyülekezeti közösségben lehetünk. Köszönjük neked az elmúlt hét áldásait, ajándékait, az apró mozzanatokban is megnyilvánuló gondviselésedet. Köszönjük a kapcsolatainkat, feladatainkat, mind azt, ami körülvesz bennünket. De Urunk, megvalljuk azt is, amit énekszóban is eléd hoztunk, hogy sok a fájdalom, sok a szomorúság és csalódottság. Bocsáss meg nekünk. Kérünk, hogyha bűnt követtünk el, és saját hibánkból vagy gyengeségünkből szenvedünk most, az bocsáss meg nekünk. Szeretnénk most, Urunk, letenni mindezt eléd. Szeretnénk letenni mindazt a feladatot, mindazt a felelősséget, amit kaptunk. Kérünk, Urunk, erősíts bennünket igéd által, hogy majd megerősödve tudjuk az új hetet megkezdeni, és tudjuk folytatni azt a feladatot, amit te ajándékozol nekünk. Kérünk, Urunk, hogy szent lelked által tedd érhetővé számunkra azt az üzenetet,
amit igéd alapján elkészítettél számunkra. Add, hogy mindaz, amit most leteszünk, ami gátolja a gondolatainkat, figyelmünket, az távol maradhasson. Add, hogy most csak a te igéd lehessen a középen. Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgass meg az imádságunkat. Amen. A 377. dicséret 3 verszakával készüljünk az ige hirdetésre. A Pál apostol rómabeliekhez írott gyülekezetébe írott levél 5. fejezetéből, annak első 5 verséből így szól Isten ígéje. Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Ő általa járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az álhatatosságot. Az álhatatosság a kipróbáltságot. A kipróbáltság a reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Amen. Kedves testvérek, Pál dicsekszik. Két dologgal is dicsekszik, így fogalmazza meg. Dicsekszünk a reménységgel,
hogy részesülünk Isten dicsőségében. Valamint azt mondja, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is. Nem idegen számunkra sem a dicsekvés. Már gyerekkorban is dicsekszünk, de még felnőtt korunkban is. Dicsekszünk munkánkkal, családunkkal, képességeinkkel, vagy éppen dicsekszünk lehetőségeinkkel. Az igét hallva, most mégis feltehettük magunkban a kérdést, hogy Pál, Krisztus alázatos szolgája hogyan dicsekedhet? Az az ember, aki alázatra tanít, mégis dicsekszik. Igen, dicsekszik, mert a keresztény embernek is van dicsekedni valója. A kérdés inkább az, hogy miért dicsekszik? Mivel dicsekszik? Az apostol a római gyülekezetnek írt levelében tanítja a gyülekezetet a Krisztusban való létre, életre. Ez a gyülekezet már ismeri az evangéliumot, mégis szükségük van a tanításra. Ezért Pál tanítja őket, és levélben segíti őket azon az úton, amint járnak. Hiszen alig telt még el néhány év azóta, hogy megismerték az evangéliumot. Ezért szükségük van arra, hogy Pál tanítsa őket alapvető kérdésekre. Mert vannak kérdéseik, és arra a kérdésre választ szeretnének kapni. Pál pedig, mint az elhívott tanító, tanítja őket, magyaráz nekik, segíti őket. Az elmúlt napokban a római levelet kezdtük el olvasni a kalauz szerint, és olvashattuk azt, hogy milyen fontos kérdésekről ír Pál, és hogy hogyan fejti ki azokat a gyülekezetnek, hogy mindenki számára érthető legyen. Isten igazsága, a törvény, az igaz ember, vagy éppen a megigazulás témájában. Ezekről a nagyon fontos témákról Pál, mert ezekről a nagyon fontos kérdésekről fogalmazódtak meg kérdések a gyülekezetben. Mi a szerepe a törvénynek? Hogyan igazulhatunk meg? Megfogalmazódtak a kérdések, ott van bennük, foglalkoztatja őket, és természetesen keresték is a választ. Önmaguktól a saját maguk eszére, a saját maguk tanítatására, vagy éppen a ráhagyományozott tudásra tudtak támaszkodni, és abból tudtak valamiféle választ keresni. A zsidó hátterű gyülekezeti tagoknál például fontos volt a törvény tisztelete. Őket segíteni kellett abban, hogy megerősödjenek abba, hogy Jézus Krisztus váltsága az egyedül, ami megszabadíthat, nem pedig a törvény görcsös betartása és betartatása. De a pogány keresztény gyülekezeti tagoknak se volt könnyebb a helyzetük, hiszen nagyon sokszínű, egy több Isten hívő közegből származtak, és számukra is nagyon sok kérdés merülhetett fel a gyülekezetben. Ilyen konkrét kérdés lehetett a gyülekezetben a világban való részvétel is, vagy a dicsekvés is, hogy egyáltalán szabad-e dicsekedni? Mi az, amire a keresztény ember közösen a gyülekezettel nézhet reménységgel. Ahogyan olvastuk az igeszakaszt, hallottuk, hogy Pál először is összefoglalja ennek a gyülekezetnek és az ő saját magának az alaphelyzetét is, ami az egész életét meghatározza, és ami felszabadítja őt az földi életben való létre. Pál büszkén és határozottan tudja összefoglalni, mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Először is nézzük meg, hogy az első élmény az, amit az embernek meg kell tapasztalnia, az ez, amiről itt írt, a megigazulás és a megbékélés. Pál ki tudja jelenteni azt, hogy megigazultunk hitből, és békességünk van. Újra nagy szavak, amely olyan állítást tartalmaz, amelyekre sokszor talán kétkedve nézünk.
megigazultunk. Azt jelenti, hogy igazzá váltam Isten előtt. Pál apostol életét nézve, talán a legtöbbünk elfogadja azt, és ki is mondjuk, hogy igen, Pál valóban Isten szolgálatában állt, valóban az ő misszióját végezte, az ő élete valóban igaz lehetett. De Pál itt nem csak saját magáról beszél, hanem a közösségéről is, a lelki testvéreiről is ezt tudja kimondani. Igazzá váltunk, és békességünk van. Pál kijelentésében bátran beszél a megigazulásukról, mert már ki tudja mondani, hogy a múltjukat lezárták, a jelenben pedig igazak. Jelen van ebben a kijelentésben a múlt lezártsága és a jelen folyamatossága is. Ki mondja, hogy hit által, vagyis Jézus Krisztusba, az ő halálába és feltámadásába, az ő létébe vetett hit által megigazultak. Igazzá lettek Isten előtt, mert amikor Isten ránéz, rájuk néz, akkor már nem csak őket látja, hanem ott van mellettük Krisztus is. Ő az, aki mellettük tanúskodik. És azzal, hogy ők ezt hittel elfogadják, és azzal, hogy ezt mi is hittel elfogadhatjuk, igazzá válunk, és lezárhatjuk a múltunkat. A jelenben pedig, mint Pálék, mint pedig mi is kijelenthetjük, hogy mi magunk is megigazultunk hitből. Ez a kinyilvánított igazság az, ami miatt az Úrral nekünk békességünk lehet. Hiszen nem állhat meg senki az Úr előtt, aki nem igaz. Azonban bennünket Krisztus által az Atya igaznak lát. Így helyreállhat közöttünk a bűnesetben, bűneset előtt, a teremtésben meglevő békesség. Az a békesség, amelyet Isten tervezett meg, amit ő alkotott Isten és ember között. Ez a békesség, ami üdvösségünk alapja is. Hiszen ez a békesség jelen volt a teremtés állapotába, az Istennel való tökéletes kapcsolatban, és természetesen az embertársakkal való kapcsolatban is. Azonban az ember erre a szoros kapcsolatra nemet mondott. De Isten Krisztusban erre a kapcsolatra újra igent mondott, Krisztus által, és elfogadva Krisztust, az ő áldozatát, mi magunk is igent mondhatunk. Pál és a gyülekezet ezt felismerte, és igent mondott, és ezt követően pedig ki tudja mondani, békességünk van Istennel, Jézus Krisztus által. Ez a keresztény gyülekezet alapja, az, hogy igent mond arra, amit Isten elkészített számára, amelyet nem a gyülekezet, vagy nem a gyülekezet vezetői terveztek, készítettek el, hanem maga az Úr. És feltehetjük a kérdést újra. Dicsekedhet ezzel Pál? Dicsekedhetünk ezzel mi magunk? Ki lehet ezt mondani? Az igénk ma hív arra, és az igénk által az mi Urunk azt mondja, hogy merjük kimondani, merjük megvallani mindezt. Lehetünk már mi magunk is igazak, és lehet békességünk az Atyával. A megigazulást átélve, mi magunk is lezárhatjuk a múltunkat, és kimondhatjuk, hogy Krisztus által megigazultunk az Úr előtt. Pár héttel ezelőtt egy csoportban beszélgettünk a világ és az ember kapcsolatáról, és a világ, az ember és az Isten kapcsolatáról, ahol nagyon sok alapvető kérdésről tudtunk beszélgetni. És az első folyamán valahogy felkerült az igazság kérdése is. Lehet-e igaz az ember? És érdekes volt látni, hogy a különböző gyülekezetekből, különböző csoportokból érkező emberek teljesen máshogy vélekedtek ebben a kérdésben. Volt, aki azt mondta, hogy
ő nem tudja kimondani, hogy ő igaz lehet Isten előtt, mert a cselekedeteivel sokszor azt mondja, hogy nem. Nagyon sokszor megtagadja az Urat a cselekedeteivel. De volt olyan is, aki feltette a nagy kérdést, hogy lehetünk-e egyáltalán igazak Isten előtt? Mai igénk tanít arra, hogy Krisztus által igen. Ha pedig valóságá válik számunkra ez, és igen tudunk mondani Isten megelőző tettére, akkor megélhetjük mi magunk is azt, amit átéltek Pálék, amit nézzünk is meg másodszor. Dicsekedhetünk a reménységgel, hogy részesülünk az Isten dicsőségében, és dicsekedhetünk a megpróbáltatásokkal is. Úgy kezdtem a mai igehirdetést, dicsekedhet-e Pál, az alázatos szolga? Igénk alapján azt mondtuk, hogy igen. Mert ha akár a megigazulásra, akár a reménységre, vagy a próbatételre tekintünk, akkor azt látjuk, hogy nem a saját maga teljesítményével kérkedik, vagy nem a saját maga képességét hozza a gyülekezet elé, hanem azt, amit az Úrtól kapott. Láttuk, hogy a megigazulásban és a békeszerzésben nem Pál a cselekvő, hanem egyedül Isten. A reménységet sem Pál gondolja ki az életében, hanem olvassuk, hogy az Úr készítette el a reménységet a dicsőségére, amelyben az Atyánál majd az igazak részesülhetnek. Ebből a dicsőségből kóstolhatunk meg már valamit Krisztushoz tartozóként a világban, az életünkben, mert az Atya nem titkolja el ezt előlünk. Sőt, inkább újra és újra elénk hozza, hogy reménységünk lehessen már itt, ebben a földi életben is. A Róma 8-ban Pál azt mondja, semmi sem választhat már el Isten szeretetétől. Igen, ő és az ő szeretete nem változik. Erősít bennünket újra és újra, felruház bennünket dicsőségével. És ez már most is megnyilvánul, de teljesen, majd csak Krisztus újbóli eljövetelekor következik be, amikor majd mi magunk is átváltozhatunk az ő dicsőségére. 2 héttel ezelőtt hallottuk, hogy a már igen, még nem, hogyan valósulhatott meg Ászá életében. Merjük felfedezni a mai igényben is ezt a gondolatot, hogy hogyan van már most jelen Isten dicsősége, és hogyan van már jelen most, hiszen már jelen van. De mégis közös reménységünk az, hogy ő majd eljön, és majd mikor újra eljön, akkor teljesen betöltekezik az ő dicsősége. A már igen bátorít bennünket arra, hogy mikor kilátástalannak tűnik a helyzetünk, amikor egyedül vagyunk, vagy éppen emberekkel, vagy Istennel való kapcsolatunk meggyengül, amikor kérdések között vagyunk, felfedezzük Isten jelenlétét, az ő felénk való hal szeretetét, és ekkor erősödhet meg bennünk a reménység, hogy az ő dicsőségében majd mi is részesülünk. Mert az örök élet közös reménységünk. Jézus szavai, imádsága, amit lekcióként olvastunk, tanított, vezetett bennünket erre. Pál tehát dicsekszik azzal, elmondja másoknak is azt, amit az Úr véghez vitt benne, hogy mások is felismerhessék Jézus Krisztus által az Atyát. És teszi ezt nem kérkedésből, hanem hitvallásként és örömként, úgy, mint aki tudja, hogy mindez nem az ő sikere, nem az ő erénye, hanem egyedül az Úré. Meghajlik előtte, és mindezeket neki tulajdonítja. Akárha Pál életére gondolunk, vagy átélve Isten szabadítását a magunkéra,
akkor ezt mi magunk is kimondhatjuk. Kimondhatjuk úgy, ahogy valaki ezt megtette egyszer. Nézd a búzakalászt, büszkén emelkedik az égnek, míg üres. Hogyha megért, földre konyítja fejét. Kérkedik életlen kincsével az iskola gyermek, míg a teljes eszű bölcs megalázza magát. Mi is így hajolhatunk meg az Atya előtt, neki hálát adva mindazért, amit nekünk ajándékozott, és így hajolhatunk meg reménységgel várva, hogy részesülünk az ő dicsőségében. De Pál nem csak az Istennel való kapcsolatával büszkélkedik, hanem harmadszor nézzük meg azt, hogy mi az, ami még ott van benne, hogy mindaz, amiről eddig beszéltünk, az hogyan valósul meg a mindennapokban, akár akkor, amikor szenved, amikor próbákat kell kiállnia. Pál kimondja, dicsekszik azzal, hogy igen, vannak megpróbáltatásai. De hogyan válhat a megpróbáltatás dicsekvés tárgyává? Hogyan válhat a megpróbáltatás így módon kimondott bizonyságtételé? Dávid így imádkozik. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott. Megmentett mindattól, amitől rettegtem. De hogyan megy mindez véghez? Hogyan lesz a rettegésből dicsekvés, a rettegésből reménység? Az új szövetségi ember számára és számunkra is ez Krisztus halála és feltámadása által lehet érthetővé. Ismerjük Krisztus szenvedésének a történetét, és megértve szenvedését és diadalmas győzelmét a halálon, új értelmet nyerhet a krisztusi szó. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Az embernek a földi életében vállalnia kell mindazt, ami őt éri. De nem az önmegvalósítás, nem az önigazolás, vagy éppen az önsanyargatás miatt, hanem azért, mert tudja, hogy ott van mellette az Úr, aki tartja őt. És mindeközben pedig reménységünk lehet az, hogy a szenvedés csak ideig, óráig tart, a földi élet végén pedig színről színre ott lehetünk majd az Atya színe előtt, megállhatunk, és Krisztusért közösséget vállal velünk az Úr. Az ő jelenléte tesz készé bennünket arra, hogy megéljük azt, amiről Pál ír. Pál nagyon határozottan és nagyon gyakorlatiasan írja le mindezt. Mindazt, hogy miként lehet a szenvedés körülötte, amiben él, dicsekvés tárgyává. Azt írja, a megpróbáltatás szüli az álhatatosságot. Az álhatatosság az, ami a megpróbáltatások között kialakulhat bennünk, ha ott van bennünk az a reménység, amiről Pál írt, ami túlmutat a jelen pillanat szenvedésén. Az álhatatosság lesz az, ami a gyötrelmek, a szenvedések elviselésében is a kitartásunkat mutathatja. Az álhatatosság az, mikor ki tudjuk mondani, hogy igen, én vállalom ezt a terhet, én vállalom ezt a próbát, amivel most szembe kell néznem, mert én tudom, hogy ez nem a vég. Tudom, hogy ezen én Krisztusért túlláthatok. Ez az álhatatosság pedig kipróbáltságot eredményez, mert kipróbált az lehet, aki kiállta a próbát. De nagyon fontos itt is látnunk azt, hogy ez a próba, amiről beszélünk, az nem Isten öncíló, kínzó eszköze, hiszen az nem kegyetlensége miatt adja. Azonban az ember, ezek a próba által, emberek ezen a próbák által
megismerhetik önmagukat, és még inkább nyilvánvalóvá válhat számunkra Isten áldó kegyelme, az ő jelenléte, hite és hűsége által. És a kipróbált ember, aki visszanéz az életének egy szakaszára, felfedezhet Isten megtartó jelenlétét. És ez a felismerés, ez a megerősödés az, ami hittel eredmény, reménységet eredményezhet. Ez a reménység pedig túlmutat a pillanatnyi szenvedésen, és bizonyosságot eredményezhet. De miben reménykedhet az ember? A próbákat felismerő, Istenhez menekülő ember az örök élet reménységében találhat nyugalmat. Abban az örök életben, amit maga Krisztus hozott el mindannyiunknak, és amiben megerősít bennünket napról napra az ő szent lelke által. Mert ez a reménység nem lesz súlytalanná, nem lesz hiába valóvá, hiszen az Úr szent lelke által megerősíti bennünk. Mert ez a folyamat, amiről itt Pál ír, ez nem csak egyszer történik meg az életünkben. Földi életünkben naponként próbákat kell kiállnunk, naponként kell rövidebb vagy hosszabb időre egy problémával, egy konfliktussal szembenéznünk. De mindegyikben az lehet közös reménységünk, és mindezzel, amiről most szó volt, ezzel dicsekedhetünk mi magunk is, bármilyen próbatétel legyen előttünk. A Szentlélek jelenléte, az ő aktív cselekvése megerősít bennünket, és megtölti a mi szívünket Isten szeretetével. Tegyük fel a kérdést. Mi dicsekedhetünk? Igen, Isten ajándékaival dicsekedhetünk. Először is így fogadhatjuk el az Isten előtt kapott igazságunkat. Éljünk a Krisztus áldozatáért helyreállt békében, és engedjük, hogy ezért békességünk legyen. Másodszor pedig a dicsőségben való reménységünk erősítsen meg bennünket Krisztus újbóli visszajövetelére. Harmadszor pedig a próbatételekben jelenlévő reménységet pedig merjük felfedezni a Szentlélek által, és merjük azt élni napról napra. Ismerjük így fel a Szent Háromság Isten jelenlétét az életünkben, és mind abban, ami körülöttünk a világban van. Amen. Dicsőítsük a Szent Háromság Istent a 241. dicséretünk éneklésével. Thank you.
Imádkozzunk. Szent Háromság, egy Isten, szeretnénk valóban énekkel és szóval is téged dicsérni. Szeretnénk megköszönni az ige üzenetét, amit elkészítettél számunkra, és mindazt, amit mi ebből megérthettünk. Hisszük, Urunk, hogy itt a földi életben is élő kapcsolatunk lehet veled, és békességünk Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, Urunk, a mai ige bátorítását a reménységre. Köszönjük neked ezt a reménységet. Urunk, ezt szeretnénk tőled kérni újra és újra, ezt a reménységet, hogy az egész földi életünkkel neked szolgálhassunk, és azt tehessük, amire te bennünket hívsz. Hálásak vagyunk a kereszt csodájáért, hogy békességünk lehet az Atyával. Szeretnénk, Urunk, ezt a világban tovább trükközni, hogy mások is megérthessék. De megvalljuk, Urunk, hogy sokszor a bűneink vagy a próbatételeink elgyengítenek, és eltávolítanak tőled. Kérünk, Szent Lelked által erősíts bennünket napról napra, hogy beteljesíthessük azt az életet, amire te bennünket hívsz. Urunk, hisszük, hogy ezt a világot te hívtad életre. Add, hogy ez a teremtett világ megismerje a te nevedet. Add, hogy hangozhasson minél több helyen a te evangéliumod, hogy minél többen megismerhessék a te reménységedet. Így kérünk, Urunk, most ezért a közösségért is, hogy erősíts bennünket, és azokat is, akik a környezetünkben élnek. Mutasd meg számunkra, hogy mikor tehetünk vallást rólad, mikor dicsekedhetünk a tőled kapott ajándékokkal. Urunk, mennyei Atyánk, imádkozunk most azokért is, akik gyászterhét hordozzák. Légy ott mellettük reménységeddel, megerősítő Szent Lelkeddel. Urunk, így kérünk betegeinkért is, az őket ápolókért, az őket látogatókért, gyülekezetünk valamennyi tagjáért. Hisszük, Urunk, hogy te vagy egyedül a reménységünk. Jézus Krisztus nevébe kérünk, Urunk, hallgass meg az imádságunkat. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A reménység Istene pedig töltsön be titeket hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. A jó cselekvésére hív bennünket az ige a Rómaiakhoz írt levél 12. fejezetében. Ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat. Így támogathattuk gyülekezetünk szolgálatát perselyeinkben az elmúlt héten 120.700 forinttal, gyermekórások 3.330 forinttal, fenntartó járulék formájába pedig 60.000 forinttal. Jelentem, hogy a 68 évet élt Moharos József temetésén a 48. Zsoltárból szólt Isten ígéje. Bizony, itt van Isten, a mi Istenünk, örökkön örökké. Ő vezet bennünket, mint halálig. Jelentem továbbá, hogy a 68 évet élt Deák Ferencné Magdolna temetésén a 2. Timóteus levélből szólt az ige. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem.
Hirdetem, hogy a 68 évet élt Szilágyi Ferenc temetése holnap, azaz hétfőn, délután 13 órakor lesz. Isten adjon vigasztalást a gyászolóink szívébe az ő reménységével. Jelentem, hogy Pocsai Balázs és Vona Fruzsina, valamint Mosolygó Tamás és Balázs Zsuzsanna kérték házasságkötésük megáldását az elmúlt héten itt a gyülekezetünkben. Alkalmainkat hirdetem, szerdáig minden kis csoportos alkalmat a szokott rend szerint megtartunk, csütörtökön és pénteken bűnbánati istentiszteletet tartunk 18 órai kezdettel, szombaton pedig 18 órakor tartjuk az ifjúság konfirmációját. Pünkösd első napján, vasárnap, 8:30 és 10:30 is úrvacsorás istentiszteletet tartunk, pünkösd másnapján pedig 10:30 tartunk istentiszteletet. A könyvtár nyitva van, éljünk ezzel a lehetőséggel, illetve elkészült a Szivárvány új száma is, és a szokott rend szerint szeretnénk, hogyha a pünkösdi szám is minél többekhez eljuttatna, ezért az elmúlt héten azokat a testvérek közül néhányan megcímezték, itt is köszönjük a segítséget, és azokat név szerinti, vagy utcanév szerinti rendben az átriumot találják meg a testvérek. Kérjük, hogy aki be van jelentkezve a gyülekezetbe, így tudjuk az ő címét, azok keressék ki a saját példányukat, illetve hogyha közel lakó ismerősét vagy rokonét látják, akkor merjük azt is bátran elvinni, hogy minél hamarabb mindenkihez eljuthasson, és mindenki kérdőbe vehesse majd a szívványt. Hirdetem továbbá, hogy a nyáron háromnapos kirándulást szerveznek gyülekezetünkből, augusztus 10-ével kezdődően Ceglét, Kecskemét, Kalocsa és Bugac környékére. Akit érdekel ez a kirándulás, illetve szeretne jelentkezni, azok Győri János presbiter testvérünknél tudnak információt kapni. A nyári táborra továbbra is lehet jelentkezni itt az átriumban. Illetve egy közelgő programmal kapcsolatban szeretném megkérni tiszteletesület, hogy mondja el a hirdetését. Mielőtt a közelgő programról beszélnék, a mai istentiszteletről annyit, hogy Nyatyel Péter testvérünknek ez volt a vizsga istentisztelete. Mához két hétre, tehát pünkösd utáni vasárnapon, május 27-én fogjuk tartani az összetartozásunk napját, ami azt jelenti, hogy akkor egy hosszabb délelőtti alkalom lesz, nem 8:30, nem 10:30, hanem 9-től kezdődik egy kicsit rövidebb blokk, aztán egy fél órás szünet a beszélgetésre, a kapcsolatépítésre, utána jön a második blokk, és a két alkalom egy alkalom, tehát nem ugyanaz lesz 8:30 és 10:30, hanem az egészre várunk, hívunk mindenkit, mert más történik az első részében, ennek a délelőttnek is más fog történni a második részében. Utána szeretnénk közösen ebédelni. A délelőtti részre nem kell külön bejelentkezni, természetesen mindenkit szeretettel várunk, de az ebédhez azért terveznünk kell, készülnünk kell. Egy 300 személyes nagy csátor idén is föl lesz állítva a pályán. Ha netalán rossz idő lenne, akkor is megtartjuk az összetartozásunk napját, részben a sátor, részben az épület ad lehetőséget arra, hogy le tudjunk ülni együtt ebédelni. Az ebédre tehát be kell jelentkezni, 500 forint részvételi díj befizetésével itt az átriumban, vagy hétközben bármikor a lelkészi hivatalban is. És a jelentkezéskor el kell dönteni, hogy jó tömény gulyáslevest szeretne valaki enni, vagy pedig szatmári kukoricás töltött káposztát szeretne valaki enni, mert e szerint fog kapni ebédjegyet. A színese lesz egyforma az ebédjegynek, másmilyen színű a gulyás, és másmilyen lesz a töltött káposztája is. Ezen az ebédjegyen rajta lesz a nap programja is, és az ebédjegyen egy sorszámot is fog mindenki kapni, természetesen más-más sorszámot, mert ez az ebédjegy jogosít a tombolán való részvételre. A közös ebéd után
délután lesz közös éneklés, foci, játék, és legfőképpen a kapcsolatépítéshez sok-sok beszélgetés. Az első fogás tehát gulyás, vagy töltött káposzta. Második fogáshoz viszont köszönettel fogadjuk a süteményeket. Lehet sós, lehet édes, emeletes tortát azért ne. Tehát olyat, amit könnyen tudunk szervírozni, és könnyen tudunk majd elfogyasztani is. Bőséggel tudunk most fogadni, hogy majd második fogásként, illetve délután a beszélgetéshez sütemények is legyenek. És akkor én nézem, hogy elmondtam reménység szerint ezzel kapcsolatosan mindent. A legfontosabb tehát az ebédre való bejelentkezés, mert így kell készülnünk, terveznünk ezt a napot. Azért jön ki 500 forintból egyébként így az ebéd, mert komoly felajánlás is van, például a hús vonatkozásában egy malacot fogunk kapni. Úgyhogy ez megkönnyíti és forintálisan is olcsóbbá teszi majd az ebédet. De ez a nap arra is alkalom, hogy ne csupán a 9:30-11-es istentisztelet résztvevői együtt lehessünk egy délelőtt, illetve egy nap folyamán, hanem szabad hívogatni ismerősöket, barátokat, és hogyha netalán valakinek úgy alakul a napja, hogy csak délelőtt vagy csak délután tudna eljönni, az is szabad. Tehát amiért nem maradjon valaki otthon, mert véletlen az egész napra nem tudna itt lenni, természetesen az egész napot szervezzük, és arra hívunk és várunk, hogy így kötetlen formában is együtt legyünk a délelőtti lelki táplálék után asztalhoz ülve és beszélgetve. Várjuk tehát szeretettel a jelentkezéseket. És emlékeztetek az olvasott és hirdetett igére, hogy dicsekedhetünk nem a magunk érdemeivel, hanem a kegyelemmel és a kegyelem által kapott reménységgel. Ez a reménység éltessen bennünket ezen a héten is. És most énekeljük a 367. dicséret verseit.